Nem tudom, kinél milyen állapotban vannak a rózsák. A tavalyi szárazabb időben ezerszer jobban néztek ki. Most ez a párás, esős, meleg időben, hát elég szarul néznek ki. Virágzás se olyan, mint ami tavaly volt. Úgyhogy igen, a száraz időnek az az előnye, hogy a betegségek kevésbé támadnak. Egyszer olvastam egy cikket, hogy például Dél-Afrikában ugye vannak a dél-afrikai borok, és Dél-Afrikában egyszerűen, ha jól emlékszem, nem is kell védekezni gombák ellen. Szerintem azt se tudják, mi az, hogy peronospóra vagy bármi, mert abban a száraz klímában az meg se él. Pedig ez az édenróz, ugye sokunk nagy kedvenc, ez egy gyönyörű rózsa, de ezekkel a sárga, foltos, barnás levelekkel, hát nem valami szép. De akkor már itt vagyunk, akkor megint megmutatom a Eucomys burgundi fajtát, ami pazar, azt kell, hogy mondjam. De ebbe az ide megint megpróbálok levéldugványt csinálni belőle. Sajnos már a hollandoknál is azt vettem észre, hogy nem olyan széles a kínálat. Most vagy szűkítik, vagy nincsenek ott se emberek. Szerintem az utóbbi egy évben olyan csomagokat kaptam már külföldről is, hogy csak mérgelődtem. Mert össze-vissza vannak minden növények. Mit tudom én, mondok csak példát, de hülyeség, de mit én rendelek mondjuk Eucomyst, és van benne krínum. Tehát, hogy a szakember hiány az megöl mindent.